Sziasztok! Jöttem megmenteni a vasárnap reggelt, ha nálatok is ilyen borongós idő van. Hoztam egy szuper gyors és szuper egyszerű amerikai palacsinta receptet. Kezdjünk is neki! Nem kell más hozzá, mint liszt, használhattok tönkölylisztet is, tej vagy növényi tej, cukor vagy édesítőszer, só, sütőpor és olvasztott vaj vagy margarin. Tehát ezt a receptet nagyon könnyű vegánosítani is. Én is számtalanszor megcsináltam már margarinnal és mandulatejjel vagy rizstejjel, bármelyikkel jól működik. Thank you.
Ilyesmi végeredményt kell, hogy kapjunk, ami még darabos, de már folyós, jobban nem tudom elmondani, de nagyon nem tudtok mellélőni. Nem az a nagyon híg palacsintatészta, amit megszoktunk, hanem ez inkább sűrűbb, inkább esik, mint folyik. Én a kisütéshez kókuszolajat fogok használni, de rátok van bízva. Ebből egyébként 21 darab jött ki, és hogyha túl sok lenne, nyugodtan berakhatjátok a hűtőbe, és másnap csak fél percig megmikrózzátok, és ugyanolyan lesz, mint frissen. Ez szerintem nagyon praktikus. Én szeretem a hétvégén elkészíteni, és akkor még hétfőn is van valami reggelim.